Az immár 100 éves múltra visszatekintő galamb és díszbaromfi kiállításon idén közel 700 fajt csodálhatnak meg az érdeklődők. A kiállítók között akadnak több 10 éves múlttal és eredményekkel büszkélkedők és olyanok is, akik pár évvel ezelőtt szerettek bele a szakmába. Majdnem minden alkalommal volt kiváló galambom, három fajtát tenyésztek, kinget, amerikai óriás postát és órézet, valamennyiből volt már kiváló galambom több alkalommal. Radics István óvodáskora óta foglalkozik galambokkal. Európa mesteri címmel büszkélkedhet, többször nyert már országos versenyeken székesfehérvári bukó galambjaival. A mostani kiállításra azonban egy másik különleges fajjal is nevezett. A piroggalambok már időszámítás előtt van leírásolva, hogy a földközi tenger partján, a hajókikötőben már láttak csillogó nyakú galambokat, ami a mostani részpirókokra illik rá. Ezt a papok galambjainak nevezték, mert olyan hiedelem volt, hogy a papok ezekkel tartja Istennel a kapcsolatot. A kiállítás szervezője a több mint 50 éves Alba Régia Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület. Célul tűzték ki, hogy a megmérettetésen és a tradíciókon túl közelebb kerüljenek azokhoz a fiatalokhoz, akik nyitottak a természet és az állatok felé. Elsősorban a fiatalságra és az idős korosztályra gondolok, mert a fiatalokat nevelni kell a természet szeretetére, a gondoskodásra, erre a kis állatok tökéletesen alkalmasak, hát az időseknek meg a nosztalgia. Aki tehát kíváncsi a galambokra, nyulakra és díszbaromfikra, ezen a hétvégén látogasson ki az Alba Volán SC Burgundy úti sportcsarnokába, ahol vasárnap 14 óráig tekinthetik meg egyebek mellett az oly sok versenyt nyert büszkeségeinket, a székesfehérvári bukó galambokat is.